Az oktatási szervezetek mellett írók és irodalmárok is élesen bírálják az új nemzeti alaptantervet, amelybe több, erősen megosztó író munkássága is bekerült. Az MSZP szerint ez egy, a rendszerváltás óta nem látott szinten ókonzervatív nemzeti alaptanterv. Hiller Istvánt kérdezzük. Hiller István volt oktatási miniszter a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét! Sokféle vélemény elhangzott már itt a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban. Azt elmondják, hogy kerültek ugyan bele progresszív elemek, de hogy alapvetően áthatja a propaganda, nem csökkenti a tanárok és a diákok terhelését, nem nevel önállóságra, és így tovább, és így tovább. Mondjon egy sommás vélemény. Tehát Hiller István szerint milyen ez az új nemzeti alaptanterv? Elfogadhatatlan. Ez viszonylag sommás volt. Miért? Azért, mert azokat a problémákat, amelyek a mai közoktatásban vannak, amelyekkel a gyermekeink küzdenek, nem oldja meg, viszont behoz új problémákat, amelyek inkább tetézik a bajt. Mondok ilyet konkrétan. Példának okáért a tanórák mennyiségét kicsivel csökkenti, a tananyag mennyiségét lényegesen növeli. Ez azt jelenti, hogy a zsúfoltság az órán, a fejekbe, a diákoknál nő. Ez a világ meg nem arról szól, hogy magold be a lexikális ismeretet, hogy a petúnia felépítését tételről tételre el tud mondani, vagy hogy a saját szakmámról beszéljek, hogy a Magyarországon uralkodó Habsburgokat tételesen fel tud sorolni. Én a szakmámból adódóan fel tudnám, de higgy el, még egyszer nem állítottak meg a Tátra téren Pesterzsébeten, hogy Hiller úr, kérem, egyszerre nem tudok tovább menni, hogyha nem tudom meg, hogy mikor halt meg második Ferdinánd. 1637-ben halt meg. Biztos voltam benne, nem tudja. Február 13. De nem ez a dolog lényege. Az a dolog lényege, hogy válaszokat ad-e a nemzeti alaptanterv arra, hogy 21. században született gyermekek tudás befogadása megfelelő-e, ezt elősegíti-e, vagy nem? Nem segíti elő. Ezt ki lehet mondani? Tehát azt mondta, hogy nem oldja meg a problémákat, ráadásul tetézi őket. Igen. El lehet parentálni úgy ezt a tervet, hogy még el sem indult? Tehát igazából semmiféle gyakorlati tapasztalatunk nincs róla. Arról természetesen van gyakorlati tapasztalatunk, hogy egy NAT megváltoztatásának, bevezetésének milyen és hogyan megy az átmeneti ideje. 1995 óta van nemzeti alaptanterv. Egyébként azért azt mondjuk el, mert nem kell mindenkinek oktatással foglalkozni, hogy a nemzeti alaptanterv nem más, mint egy központi alaptanterv, amit aztán le kell bontani úgynevezett kerettantervekre. A kerettantervekből kell kialakítani a helyi tanterveket, ami már egy iskolát jelent, egy tankerületet, és aztán ebből tanít a pedagógus és tanul a diák. Most 2020. január 31-én tették közzé a NAT-ot, és szeptember 1-ével be akarják vezetni. Az összes tartalmi részt egyelőre hagyjuk, csak kérem azt a menetrendet, amikor a magyar közoktatásban dolgozó pedagógusok, akik még nem ismerik a következő elemet, a kerettantervet, szeptember 1-től ezen nemzeti alaptanterv alapján kellene, hogy tanítsanak, olyan tankönyvekből persze, amelyek még nincsenek meg. Tehát helyes, amit Szél Bernadett képviselőasszony mond és képvisel, hogy itt nem egyszerűen abban van vita, hogy az egyik tantárgy vagy másik tantárgy felépítése milyen, hanem hogy sérülnek-e ott a gyermeki jogok, hogy ezzel az ütemezéssel bevezethetetlen 2020. szeptember 1-én, és ez ugye mégse olyan, mint egy építkezés, hogyha csúszunk másfél hónapot, hát akkor majd egy hónappal később adjuk át az épületet, mert a tanév már pedig akkor indul. Én káoszt látok, koncepciótlanságot látok, ugyanakkor látok egy erős politikai kormányzati kényszert, hogy tudnilik már legyen meg. Volt ennek egy előzménye, egy igen neves akadémikus asszony, Csépe Valéria, aki letett az asztalra egy vitatható, de feltétlenül vitaképes nemzeti alaptanterv vázlatot vagy kezdeményezést. Na abból nem lett semmi, mert a kormányzat kidobta. Most itt állunk 2020. február elején, és van egy olyan alaptanterv javaslat, amelynek a következő elemei még nincsenek meg. Azt tudjuk,
hogy többet zsúfoltak be, azt tudjuk, hogy ez egy lexikális alapú oktatási felfogás. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez egy régi módi dolog. Teljesen átalakul szerkesztő úr a tudásátadás, tudásátvétel. A mai gyermekek, diákok az internet világába, egy teljesen új szimbólumrendszer világába másként szívják be az ismereteket, mint mi. Megtanít-e ez a nemzeti alaptanterv arra, hogy döntsél információ és információ között, hogy a hihetetlen mennyiségű hír, most nem csak politikai hírre gondolok, ami elér, az információ abból, mennyiség, ami abból ki tud választani. Akarja-e ez a nemzeti alaptanterv, hogy kritikus legyél? Nem. Sőt, még azt a szót is kivették, hogy kritikus. Igen, csak hogy az oktatáspolitika is politika. Így van. És nyilván az oktatáspolitikán meg fog látszódni az az ideológia, amit éppen a pillanatnyi kormányzat követ. Meddig terjed a politika szabadsága abban, hogy megmondja, hogy ki az, aki preferált, és ki az, aki nem, hogy nem tudom én, kivegye Kertész Imrét, és nem tudom én, és berakja Nyírő Józsefet, vagy Vas Albertet. Tehát, hogy ebben biztosan van valamekkora játéktér. Van valamekkora játéktér, de egyébként van egy, vannak konkrétumok, ön is említett konkrétumot. Kérem szépen, egyetlen magyar Nobel-díjas író van Kertész Imre. Most tekintsünk el a személyétől, hanem az, hogy egyetlen irodalmi Nobel-díjasunk van. El tud képzelni egy olyan nemzeti alaptantervet, amely az egyetlen irodalmi Nobel-díjas nem teszi be, hanem kiemeli? Hát milyen felfogás ez? Értem én, hogy Kertész felfogásával, akár a Nobel-díjas regénnyel többeknek vitájuk van. De az a Nobel-díjat kapott. Igen, hát az... Nehogy már mi ítéljük meg azt, hogy egy világméretekben elfogadott grémium a Nobel-díjat adott évben ennek a magyar embernek, mert hallottam ám én olyan véleményt, hogy Imre Kertész Magyarországon született író. Na most, ha bármi, ami engem nem csak fölhúz... Szent Györgyi Albert is Magyarországon született kémikus, biológus. Kertész Imre, Magyarország egyik büszkesége kell, hogy legyen. Nobel-díjat kapott, és ennek az országnak, ha tetszik, ennek a nemzetnek, a büszkesége kell, hogy legyen többek között a Nobel-díj révén. Nincsen olyan politika, amelyik megengedhetné magának azt, hogy egyébként ezt kivegye, és ne mondja el a gyermekeknek, akikből egyébként jó magyar hazafiat akar csinálni. Azt nem úgy kell ám csinálni, hogy naponta háromszor elmondod didaktikusan. Jó magyar hazafi leszel, jó magyar hazafi leszel. Én is azt szeretném, hogy jó magyar hazafi leszel. Büszke magyar és büszke európai, és akkor az, hogy az egyetlen Nobel-díjas írónk ott van, az magától értetődik és természetes. Nem emlékszem, hogy láttam-e önt valaha ennyire indulatosnak. Alapvetően Hiller István egy higgadt ember. Most felhúzta magát ezen, nagyon. Jól látom? Ha persze. Egyáltalán, tehát például önnel senki nem konzultált erről. Kérem. Munkaanyagot, véleményezésre, bármit nem küldtek meg, nem, nem kérték ki. Azért nem szeretném ezzel az időt húzni, mert van a natról mondani való. Semmi, dehogy. De nem csak velem nem. Szakmai szervezetekkel sem. Én először ott lettem figyelmes, hogy itt valami nagy baj van, hogy a pedagógus kamara, amelyik mégiscsak mondjuk úgy, hogy hát azért közel van a jelenlegi kormányzathoz, kiadott még a NAT megjelenése előtt egy közleményt, hogy ezt nevezessék be. Amit? Amikor még nem is volt nyilvános. De kérem, látok ugyanakkor egyfajta kiegyenlítési akaratot, például a Horthy korszaknak a egyre inkább feljebb emelését és tisztára mosását, az elejétől a végéig, nem egyszerűen csak egy pillanat. Ez a NAT egy ilyesfajta elképzelés sorozatnak a része. Igenis kapcsolatot látok a színházakban történt, a kultúra egészében tervezett, és a közoktatásban a NAT által megszemélyesített, vagy szimbolizált rész között. Herceg Ferenc ünnepelt írója volt a Horthy korszaknak, egyfajta szimbólum is, inkább hangulatos, mint jelentékeny író. Ő az egyik, ugye, akit aki most bekerül, igen. És ott lesz azon a polcon, mint Petőfi, meg József Attila, meg Arany, ahonnan most lekerült Ottlik.
De bekerült Vas Albert. És bekerült Vas Albert, meg Nyírő, őróluk már más alkalommal beszéltem. De kérem, mégiscsak érdemes fölhívni a figyelmet, hogy persze egy sok kötetes író, egy korszak írófejedelme, akitől hoztam egy mondatot, ha megengedi, hadd olvassam föl. Figyelek. A Duce hatalmas szava tisztító viharként zúgott végig a ködbe, és párába borult Európán. A láthatár tisztul. Nem sokára ki fog sütni a nap. 1936. november 11. Herceg Ferenc. 3 évvel később kitört a világháború. Ugye beszélünk arról, hogy mit tanítanak, és beszélünk arról, hogy hogyan tanítanak, egyikkel sincs kibékülve. Ugye az elvárás ezzel az új nattal az egyik elvárás az lett volna, hogy jelentősen csökkentse a diákok iskolai terhelését. Erről beszélt, hogy ez kuka, legalábbis ön szerint. Ugye csökken a tanórák száma, de nem tudták megoldani azt, hogy valóban úgy csökkenjen, hogy az iskolai oktatásban az elmélyedés, a beszélgetés, az, ami egyébként egy tanárnak a szakmájába, a hivatásába talán a legszebb, hogy itt nyiladozó értelmű fiúkról és lányokról beszélünk, akik rácsodálkoznak a világra, és próbáljuk segíteni őket. Én azt a nézetet képviselem, amikor a politika a keretet, a terepet, meg a finanszírozást biztosítja, de nem kell megmondani egy tanárnak a szájába rágni, hogy ott azzal a 11 éves magyar kisfiúval és kislánnyal egyébként mit, hogyan. Ez pedig, mióta Magyarországon nemzeti alaptanterv van, a legridegebb, a legszájbarágósabb és a legmerevebb. Ezért nem tartom megfelelőnek. Ugye elvárás lett volna még az is, hogy a passzív befogadástól inkább az aktív tanulás, vagy az önállóságra nevelés Igen. felé mozdítsa el a munkát. Igen. Szeretném azt érzékeltetni, hogy a mi nemzedékünk, szerkesztő úr, ennek a mi nemzedékünknek a tudás befogadása, az sokkal hasonlatosabb az apáink, a nagyapáink és a dédapáink tudás befogadásához, mint a gyermekeink meg az unokáink befogadásához. Itt olyan változás folyik a világba, ami, hogyha ezt megértjük, és ehhez alkalmaztatjuk például a nemzeti alaptantervet, akkor segítjük a gyermekeinket. Hogyha nem, akkor azt gondoljuk, egy 2010-ben született magyar kisfiúról vagy kislányról, hogy 1949-ben született, és úgy neveljük, mint az akkori diákokat. Ezért nem tartom modernnek, ezért nem tartom megfelelőnek. Ezt a folyamatot látni, érzékelni kell, ezért nem csak a kritika a fontos, hanem az a fajta gondolkodásmód, amely nem csak valamire elmondja, hogy mit nem, hanem hogy mi lenne a megfelelő. Ezt próbáltam az előbb. Köszönöm, hogy beszélgetett velem. Köszönöm szépen.